Hát és már is itt van velünk Kerpeli Klára, a WWF Magyarország szakértője. Szia, Klára! Szia, jó napot! A természetes visszatartás, vízvisszatartás Magyarországon, ez van nekem itt felírva, de ez tulajdonképpen mit jelent? Igen, vízvisszatartásról van szó, tehát, és a természetes jelző is nagyon fontos. Igazából egy olyan program, vagy egy olyan tevékenységet takar, amikor az élőhelyeket, a természetben fellelhető korábban is vizes területeket, vagy például erdőket arra használunk, hogy ott megtartsuk a lehulló csapadékot, vagy például a villámárvizeknek a vizét. Tehát amikor sok víz van tavasszal, miért van erre szükség? Akkor ilyen helyeken vissza lehet tartani. Erre azért van szükség, mert az eső ugye nem akkor hullik, amikor feltétlenül szükség van rá. Tehát Magyarországon jellemzően inkább a téli időszak, ami nedvesebb, kisebb a párolgás, és nyáron pedig sokkal több vízre lenne szükség, mint amennyi egyébként csapadékként ide érkezik. És ezért így fel lehet használni a lehulló csapadékot úgy, hogy elraktározzuk. Mint egy befőttet, ugye amikor érik a gyümölcs, akkor szépen eltesszük a kamrába, és amikor szükség van rá, akkor elővesszük, szoktam használni ezt a hasonlatot. Aha. De igazából a természet is így működik, tehát hogy az élőhelyek, tehát mondjuk a növényzet, egy gyep, vagy egy erdő, vagy egy láp, vagy egy tó, be tudja fogadni a sok csapadékot, és ott raktározza, beszivárogtatja a talajba, elpárologtatja vissza a légkörbe, ezzel hűti a környezetét, kellemesebbé teszi a klímát, a mikroklímát a környezetében. És így puffereli, tehát ki tudja egyenlíteni a vízbő és a vízhiányos időszakokat. És ti ott a WWF Magyarországnál hogy tudtok segíteni a természetben, természetnek ebben? A mi feladatunk az, hogy helyreállítsuk ezt az egyensúlyt, tehát megkeressük újra azokat a helyeket, ahol a vizes élőhelyeknek teret tudunk biztosítani. Ugyanis Magyarországon a vizes élőhelyeknek már több mint 90%-a eltűnt, tehát az eredetileg természetesen itt a Kárpát-medencében. A tavakra gondolsz, a folyókra? És a lábokra? Nem csak, igen. A vizes élőhelyek alatt olyan területeket értünk, amik időszakosan vagy állandóan vízhatás alatt állnak. Tehát ez lehet egy olyan nedves rét, ahol mondjuk csak tavasszal van víz, nyáron kiszárad, akkor legeltethető, télen megint vizenyőssé válik. De ide tartoznak a sekély tavak is, ide tartoznak a folyóknak a parti zónája. Tehát ami nagyon mély víz, azt vízi élőhelynek hívjuk, és ezeket az átmeneti területeket hívjuk vizes élőhelynek. És mi a helyzet a bányatavakkal például? Mert hogy abból is van rengeteg, főleg itt Pest megyében. A bányatavak az egy érdekes kérdés. Ott ugye arról van szó, hogy a korábbi bányászat után ott maradt gödrökben összegyűlik a talajvíz. Tehát ez nem plusz víz, hanem ez amúgy is a környező területeknek a talajvíze az, ami víztükörként megjelenik, és onnan így nagyon erősen párologni kezd, tehát ez tulajdonképpen inkább negatív hatással van a vízmérlegre. Tehát ez a párolgás, ez leszívja a környező területeknek is a talajvizét. Ezen kívül jellemzően ezek ugye viszonylag meredek falu, mély gödrök, tehát élőhelyként kevésbé tudnak funkcionálni, mivel az élőhelyek, tehát a növényzet és az ahhoz kötődő állatfajok számára nagyon fontos, hogy legyen sekély parti zóna, illetve átmenetek a part és a mély víz között, ahol meg tudnak élni. Évszakonként gyakorlatban a ti munkátok hogyan változik? Tehát nyáron mi a munkátok, és télen mi a munkátok? Igazából ebben nincs különbség. Tehát a mi munkánk az jellemzően partnerekkel való együttműködés. Tehát mi együtt dolgozunk terepen, tehát mi Budapesten ülünk, itt van az irodánk, és ezeket a beavatkozásokat, a vízvisszatartást segítő élőhelyek létrehozását, ezt ugye vidéken, tehát olyan területeken hajtjuk végre, ahol van erre tér, lehetőség, igény, és ebben együttműködünk a helyiekkel, tehát például kis helyi önkormányzatokkal. Most egy olyan
projekten dolgozunk, ahol 5 helyi önkormányzat, 5 kis település hozott létre ilyen vizes élőhelyeket a faluja határában, ahova például a záporok, a nagy csapadékok vizét tudja elvezetni. Vagy egy másik településen például a patakoknak a felső vízgyűjtőjén, tehát mielőtt eléri a falut, jön le a domboldalról, és oda helyeztünk el ilyen kis akadályokat. Ez a helyi anyagból, faröngből, ami ott az erdőben elérhető, aha, és ez lassítja a lefolyást olyankor, amikor egy nagy zivatar lezúdul, és ugye villámárvízként be tudna folyni a faluba, és ott elöntést okozni. Tehát ez is például vízvisszatartás, amikor a villámárvizet úgy próbáljuk megelőzni, hogy már a kialakulása helyszínén kis pontokon megtartjuk, és akkor nem alakul ki egy ilyen árvíz csúcs, ami elöntést és problémát okoz. Ez amiről beszélsz, hogy bizonyos falvak vagy közösségek már-már tényleg önmaguktól kitalálták ezt, illetve a ti segítségetekkel, hogy ez nekem úgy tűnik, mintha tényleg minden egyes falunak erre szüksége lenne, mert hogy a víz, vagy a nagy esőzések, mert azért lássuk be, az éghajlatunk is változik, és a nyaraink is változékonyak, tehát szükség lenne arra, hogy minden egyes területnek legyen egy, vagy falunak, vagy közösségnek legyen egy ilyen vízgyűjtő rendszere, nem? Pontosan. Így van, ez az 5 település, ez mint a terület, tehát ők úttörőként vesznek ebbe részt, de az ő tapasztalataikat szeretnénk, ők is szeretnék továbbadni másoknak, és azt segíteni elő, hogy gyakorlatilag, ahogy mondod, minden faluban legyenek ilyen víztározók, sehol ne engedjék elfolyni a vizet. Ezekben lehet a belvizet is összegyűjteni, tehát ami tavasszal a szántókon gondot okoz, itt lehet összegyűjteni a csapadékot, ugye ezekről a nagy felhőszakadásokról egyre többet hallunk. Igazából ezek mind segítik azt, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozás várható negatív hatásaihoz. Tehát azzal, hogy egy kicsit helyre billentjük a természet korábbi egyensúlyát, önmagunknak is jót teszünk, elkerülhetünk olyan károkat, amit a változó klíma, az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek okoznának például a településeinken, vagy a gazdaságnak, akár a mezőgazdaságban. Nálatok lehet jelentkezni erre a programra? Ez nem egy ilyen nyitott program, tehát mi nem tudjuk megoldani minden településen ezt a kérdést. Aha. Ez egy Európai Uniós finanszírozási projektből valósul meg, ez az 5 mintaterület, ez egy LIFE pályázat. Ez éppen zajlik most is? Igen, ez most zajlik, most elkészültek már a beruházások, és ezeket most szeretnénk bemutatni, a tapasztalatokat átadni, tehát a következő egy év ez erről fog szólni, hogy felsorolom akkor a helyszíneket, hogy Bátyán, Ruzsán, Püspökszilágyon, Rákóczi-új faluban és Tiszatarjánban valósultak ezek meg, és igazából mindegyik meglátogatható, a tapasztalatokat át lehet venni, meg lehet ismerni. Mi is szívesen megosztjuk, tehát a WWF-nél is lehet ez iránt érdeklődni. A projekt vezetője a Belügyminisztériumot, van egy önkormányzati koordinációs iroda, ott is lehet ez iránt érdeklődni, illetve ezt az 5 települést is meg lehet keresni, és ők is szívesen elmondják, hogy milyen problémákat oldottak ezzel meg, milyen nehézségekbe ütköztek, hogy sikerült megoldani, és hát hogy működik jelenleg. Ezek a települések nem hasonló domborzati velejárók, vagy dombor, tehát hogy hívják ezt, természeti jelenségekkel élnek együtt, ugye? Tehát egy tiszai, egy Tisza közeli kis falu, vagy kis közösség, neki egy lapos vidék jut, míg mondjuk, mit tudom én, a Mátra alján pedig egy domborzat. Így van. És akkor ehhez képest kell, csak ezt próbálom, hogy ehhez képest kell teljesen más, hogy víz visszatartani, gondolom. Mindenhol nagyon jellemző problémákkal küzdenek, de valóban, ahogy mondod, mindegyik település egy kicsit más, tehát más-más területén van az országnak, és más-más problémákra kereste a megoldást, tehát az 5 megoldás, ez nagyjából lefedi az országban fellelhető ilyen vízgazdálkodási kockázatokat. Mert például a Tisza mellett egyrészt a hullámterek problémája az, hogy elözönli a gyalogakác. Ez egy ilyen 3 méter magasra megnövő sűrű cserje, özönnövény, Észak-Amerikából került ide, és
mindent kiszorít, gyakorlatilag imádja az árteret, nincs ellensége. És árvízvédelmi problémát is okoz, mert nem engedi az árvizet lefolyni, tehát a hullámtérnek ezt a víz megtartó kapacitását lecsökkenti. Tehát például itt ez az egyik probléma, hogy ezt vissza kell szorítani, és utána olyan tájhasználatot kialakítani, ami nem engedi, hogy visszatérjen. És ilyen például a vizes élőhely, vagy ilyen a legeltetési bivajokkal legeltetnek a helyi önkormányzat munkatársai. De van például belvízes településünk, ahol a belvíz és az aszály egymás után okoz gondot gyakorlatilag. Sokszor egy éven belül, vagy évek egymás követő években, hogy amikor túl sok a csapadék, vagy túl nagy a nedvesség tavasszal, mondjuk holvadás után, akkor megáll a földeken, de néhány hónap múlva már öntözni kellene, vagy szeretnének, mert olyan nagy az asszály. Tehát ilyenkor is ugye arra gondolunk, hogy ha azt a vizet megőriztük volna, ami itt volt ugye nemrég. Tehát erre is az a megoldás, ha ennek keresünk egy helyet, kialakítunk egy kis tározót, és ez nem csak öntözésre szolgál, hanem mérsékli az öntözési igényt. Tehát, hogyha ha hagyunk helyet a víznek, ott be tud szivárogni, akkor mint egy alulról öntözi a tájat. Tehát, hogy így nem szárad ki annyira az egész környék, hogy mondjuk hétköznapi gabonát, egyéb terményeket is öntözni kelljen. Hát ez nekem nagyon összefügg, vagy hát átfedésben van azzal, hogy egyébként az én háztartásom körül hogyan tudom a vizet megfogni, mondjuk egy jó eresz elvezetéssel, illetve az, hogy a csapadékot tényleg egy arra szolgáló nagy edényben gyűjtöm, és onnan esetlegesen valami szivattyúval, vagy egyáltalán megöntözöm a kertemet. Így van, tehát ezt háztartási szinten is ezt a szemléletet kellene alkalmazni. Nagyon rossz szokás az például, hogyha olyan helyen, ahol nincs erre direkt egyesített csatornahálózat, belevezetik a szennyvíz csatornába a csapadékot. Tehát igazából a saját telken, a kertben, így ahogy mondod, kellene összegyűjteni és felhasználni, mert ezzel egyrészt az esővizet jobban szeretik a növények, másrészt... Meg az állatok is. Az állatok is. Másrészt ugye ingyen van, tehát nem fizetjük a vízdíjat. Ez nem csak nálunk jelentkezik a pénztárcánkban, hanem nyilván azt a vizet akkor nem kellett a vízműben megtisztítani, rengeteg energiát ezzel megspóroltunk, tehát kisebb ezzel az ökológiai lábnyoma az embernek. Másrészt pedig nem terheli a csatornarendszert, meg nem járul hozzá ugye mondjuk egy olyan elöntéshez, amit egy ilyen nagy zivatar esetén tapasztalunk, hogy akár hömpölyög a víz az aszfalton. Igen. Hogyha a kertekből oda már nem nagy probléma, ki, akkor ugye könnyebb lenne ezt kezelni a közterületeken. Klára, köszönöm szépen, hogy eljöttél és elmondtad ezeket mind nekünk. Én köszönöm a meghívást. Mindenki próbáljon meg egy kicsit tudatosabban létezni, akár kertben, akár máshol él. Köszönjük szépen!